Egyébként nem nekem kéne ezt tartani, mert ezt a fiatal kurindja, hogy szerintem Aurél ismerhette volna. 34 éves volt, amikor megismert. Vagyis az 39. 39. Igen. Tudom, mert hogy akkor ő minimum is nem is volt a pályán rajta. Na, jó estét kívánok mindenkinek, Kurin György, Csillagászati Szabad Egyetemnek az április 22-i előadásán van mindenki. Hát ez egy nevezetes nap, mert éppen 25 évvel ezelőtt halt meg Kurin György. Már csak emiatt is illendő megemlékezni róla, meg hát már csak amiatt is, mert magának a sorozatnak is olyan névadója. Hát 1989. április 22-én hagyott itt minket, és hát egy meglehetősen nagy űrt hagyott maga után. Ezt főképpen, akik ismerték őt személyesen, de hát akik nem ismerhették, hanem csak olvastak róla, tőle, ők mondhatják ezt. Tulajdonképpen eléggé szomorú, vagy hát nem is szomorú ez az életrendje, hogy a mai középosztály, középgeneráció tagjai közül talán nem is mindenki. Tehát ilyen meglett 40 éves emberek sem voltak olyan szerencsések, hogy találkozhattak vele. Mondjuk az életkoruktól még igen, de hát nem jött össze a találkozás. Nem tudom, Zoli, te például találkoztál Gyurka bácsival személyesen? Igen. Meg küldött egy, van még valahol otthon egy levél is, meg egy tükröcsiszó. De vannak kortársaid, akik mondjuk budapestiek, és akár még találkozhattak is volna vele, de hát ugye az élet már csak olyan, hogy nem mindig sikerül a nagy találkozás. Sajnálhatják. Viszonylag kevés hangzó anyag van, meg filmanyag van róla fent az interneten, ez néhány óra lehet mindössze. A Hobbim a csillagoség fent van, megtaláljátok. És ha jól emlékszem, két kiskunhalasi előadása van rögzítve, amit hát 86-87 tájékán tarthatott. Ugye akkor el lehet gondolkozni, hogy milyen az, amikor az embernek nincsen powerpointja és semmi három dimenzió, meg a turbo Dolby Surround, hanem csak maga a személyiség, aki ezeket messze túlsugarazza. Aztán még van egy 87-es interjú, vagy egy amatőr készítésű, az is a Kápár Béla készítette Kurin Györgyel, azt is megtaláljátok. De hát a Kugli a barátunk, tessék beütni, és egymás után jönnek ki az anyagok. Ugye, hogyha egyébként most az évforduló kapcsán néhány anyag is felkerült az internetre, a 2005-ben készült el Schragner Mártának a gyűjteményes könyve, a Égbolt mindenkié címmel. Ugye ezt a 100 éves születési évfordulóra adtuk ki. Ezt most kissé kibővítve, hát a bibliográfiai részét kibővítve feltettük PDF-ben egy az egybe az interneten. Letölthető. Éppen most volt vége múlt héten a Kurin György csillagászati versenynek. Ez volt a 6. ilyen nevű verseny, nem sokára az eredményét is közzé fogjuk tenni. Ilyen formában is őrizi Gyurka bácsi nevét. A 7 csillagászati képe, a Kurin kisbolygó. Meg lehet nézni az animációt a honlapunkon. És hát mi is most ezért vagyunk itt. Együtt. Ez egy kisebb torony, amit ide behoztam. Kurin György könyvei. Hát ezek közül persze a távcsi világ összesen 4 kiadása a legvaskosabb, legvastagabb kötet, és itt a fölötte levő mindenfajta vékonyabb, vastagabb könyvek is az ő munkái. Nem teljes a torony, de hát azért eléggé jelentősnek mondhatjuk ezt, hogyha levesszük, akkor már így ez is eléggé jelentős. Ugye 46-tól egészen 89-ig vannak itt kötetek, ha jól nézem. Hát itt visszarakom, mert nem lehet rendesen vetíteni. A távcső világát pedig különféle kiállításait mindenkinek ajánlom, nem letöltésre, hanem megvásárlásra, hogy a szegény antikváriumok ne csukjanak be, tehát tessék megvenni boltban, mert hogy összesen 30 ezer példányban jelent meg, és 35 ezer példányban jelent meg a távcső világa összesen, amit tudunk. Ez erről köthető, nem tudom milyen példány száma lehetett annak idén 41-ben. Tehát bőségesen lehet találkozni még most is antikvárforgalomban Kurin György köteteivel. Kontakthibás vagyok.
No. Mindenkinek megvan? Nem, ezt így... Így szebb lesz és harmonikusabb. Kulin György 1905. január 28-án született Nagyszalontán, ami akkor Magyarország közepének számított. Hát azóta kicsit eltolódott Magyarország súlypontja, földrajzi központja. Tehát 1905-ben még a szép nagy Magyarországon volt Nagyszalonta. Egy színmagyar város volt. Igen, most puszta vacsa közép, és Nagyszalontán meg más etnikum is elkezd most már eléggé szépen előre törni. Ő volt a családnak a negyedik gyermeke, tulajdonképpen azt hiszem, hogy a Kulin család egy elszegényedett nemesi család volt. A édesapja cipészeti gyára, egy kisebb gyára volt neki Nagyszalontán, azt hiszem így lehet, a cipőgyár. Cipőgyártással, javítással foglalkozott. Hát hogyha megnézitek Nagyszalontán a Kulin házat, a Kulin György utcában, hát lehet következtetéseket elmondani, hogy nagyjából mennyire volt módos. Szerintem egy normális, módos vidéki polgárcsalád volt az ő indító állomása. Nagyon sokszor nyilatkozta, leírta, hogy csillagászattal ő nagyon sokáig nem foglalkozott, sőt kimondottan félt a csillagok világától. Elsősorban az 1910-es gyerekkori élményének tudható be, amikor jött a rettegett, fényes, szörnyűséges heliüstökös, és hát mindenki ugye annak rendje és módja szerint félt, hogy akkor most valami nagy probléma lesz a világban. Hát aki átböngészett az 1910-es napi sajtót, bulvár sajtót, akkor bőségesen láthat illusztrációkat arra, hogy az embereket milyen módon lehetett akkor is hiszterizálni, és milyen nagyon-nagyon szerettek az emberek akkor is rettegni. Hát aki nem csillagászattal foglalkozott, az persze nagyon könnyen felülhetett mindenfajta mendemondáknak, de hát ez 1842-ben is így volt, amikor egyik papot Zala megyében azzal vádolták meg, hogy megmérgezte a kutat. Ennyit a felvilágosult Magyarországról. Hát mindesetre nem csak, hogy tulajdonképpen érdektelen volt, nem is nagyon érdekelt a csillagok világa. Mindesetre 5 éves korában megígérte az édesanyjának, hogy azt a fenyegető üstökös majd, ha megnő, akkor majd lelövi, hogy ne kelljen tőle félni. Hát ugye gyerekek össze-vissza beszélnek minden gyerekkorukban. Kulin György nem akart mozdonyvezető lenni kiskorában valószínűleg, legalábbis nem utal, viszont üstökös vadász, üstökös lelövő lett belőle. Csak hát eltelt 35-30, mikor is volt az első? Tehát 42-ben volt végül is az a 42-es üstökös, ami valóban véglegesen üstökösnek bizonyít. A szülő, tessék? Az előbb elment az. De most itt van? Milyen viccet nézni azért, addig nem volt. Most itt látszik? Én látom? Nem csak egy pillanatra ment el a kép, aztán visszajött. Annyi kell is. Mit csináljak? Hát a technika közben volt, majd kevesebbet beszélek. Végignézik a képeket. Gyorsan. Szülővárosában érettségizett, és hát utána ugye mellesle közben jött a trianoni határ átrendezés, és valamikor azt hiszem 22-ben még át tudott jutni Magyarországra, és itt kezdte el tanulmányait, aztán vissza kellett menni Nagyszalontára és segíteni családi vállalkozásban. És végül mégis Budapesten kötött ki, és itt kezdte el tanulmányait. Itt egy 1929-es tanulóigazolványt láthatunk, amiből, hát én pontosan nem tudom, hogy ő hol lakhatott ebben az időszakban, de valószínűleg itt való Óbudán, hogyha egyszer Akvinkum állomás és Budapest közötti vonalra van neki tanulóhavi jegye. Ez már az egyetemi időszaka volt. A Pázmány Péter Tudományegyetemen, azt hiszem, hogy 30-ban, 34-ben, nem tudom pontosan mikor diplomázott, szerintem lesz erről valami fajta. És utána pedig a gazdasági világválság örömére pedig elkezdett foglalkozni munkanélküliséggel. Hát nem volt neki állása.
állástalan diplomásként sikerült feljutni a 1935-ben a Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézetbe. Őt a csillagászat nem érdekelte, különösebb, mint hát ott volt állás. 80 pengős állás volt, amivel az ember nem nagyon könnyen viccelt, akkoriban a korabeli sláger szerint, hát ugye 200 pengővel se lehetett viccelni, hát így jött ki a rím. És ez egy akkori állapot, nagyjából 20-as évek vége, még lehet látni, hogy milyen kicsi virgácsok vannak a nagy 60 centis tápcső mellett, amikből most már hatalmas őserdők, őserdői fák nőttek. 60 centis tápcső, meg itt van a Podmanszky féle kis kuktápcsőnek a kupolája. És hát itt kezdett el belemerülni a csillagászat világába. Ez már a pályakezdő Kubin György, akit mind nem ismerhetünk, mi egy idős embert ismerhetünk meg. És hát hamarosan egyrészt az időszolgálattal foglalkozott, mint fiatal csillagász. Azt olvastam róla, hogy kettős csillagméréseket is folytatott. És hát akkoriban az intézetnek tulajdonképpen két fő tevékenysége volt, az egyik a változó csillagoknak a megfigyelése, zömmel fotografikus megfigyelése, és hát Kubin pedig egy új programot kezdett meg, a kisbolygók megfigyelését, fotográfiáját, és hát aztán hamarosan a felfedezését is. És hát nem mellesleg, üstökösökkel is foglalkozott, bár a fő program ez a kisbolyóknak a megfigyelése volt. Ez itt egy 1939-es felvétel sorozat, amit egy akkori valamelyik Whipple, vagy nem tudom melyik üstökösnek a felvételét láthatjuk itt. Hát gyönyörű felvételek, 60 perc, 40 perc, 50 perces expozíciós idők. Hát akkor nem kellett összerakosgatni a digitális felvételeket 3 másodperces felvételekből, hanem szépen ment folyamatosan az expozíció, és hogyha valamit az ember elrontott, akkor az szépen oda kirajzolódott a fotólemezre. Ha jól tudom, ez a csillagászati lapoknak az egyik illusztrációja volt ez az üstökös összeállítás, vagy pedig a természettudomány közlömény, pontosan nem tudom, lehet, hogy mindkét helyen is megjelent. De hát ez itt ezek az eredeti felvételek, amik itt le vannak reprózva. Veterán amatőrök talán felismerik ezt a távcsövet. Kérem a tippeket. Ide. Több tipp nincs. Akkor a Nyerges Gyulája a sportszelet, amit majd a következő alkalommal, csak ez nem a Sáncusza 3B, hanem a egyes számú, tehát a legelsőként épült kupola a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, ott lehet látni, milyen szép szerkezete van, fából készít kupola, falambériája van, és hát itt egy jó magas különkő alapon áll maga a helyde, és itt rajta van a sraffozó kamera is, amit még Konkori Tege Miklós szerzett be a századforduló utáni években. Hát ezzel is végzett megfigyeléseket Kubin György. És hát bekövetkeztek talán már 38-ban bekövetkeztek az első kisbolygó észlelések, kisbolygó felfedezések, tehát amikor már ugye pályaszámítás is megtörtént, az akkori hivatalos csillagászati közösség elfogadta a bejelentést. És ugye tudjuk, hogy a kisbolygók esetében van joga a felfedezőnek arra, hogy elnevezze, elkeresztelje az ő által a felfedezett égitestet. Ekkor született a Konkolia kisbolygó. A Konkori Tege Miklós után, hát ennek a nőiesített változata. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert például a 19. században sokáig az volt a gyakorlat, hogy ha csak lehetséges, akkor a kisbolyók is női nevet kapjanak. Itt ez pedig egy válaszlevél, a Konkori Tege Gyula, a KSH akkori igazgatója, vagy elnöke volt az, aki megköszönte ezt a gesztust a Konkori Tege nemzetség nevében. Hát ugye nekem volt alkalmam ilyen nemzetségi találkozón részt venni, ahol a résztvevőknek körülbelül a fele volt Konkori Tege, a másik fele pedig valamilyen rokon, hát ilyen 80 főnyi, na hatalmas tömeg volt. Hát ugye ez ilyen nagy hagyományú családok tartanak ilyen összejöveteleket, ilyen találkozásokat, és hát általában nem ismeri a távoli rokonok
nem úgy ismerik egymást, hát ezek minden esetén ilyen komikus pillanatok voltak, de szóval az, hogy létezik ilyen intézmény, ezt innen tudom. És hát az is, hogy akkori korszaknak ő volt az valószínűleg a legmagasabb rangjú, és de nem csak koraelnökként, hanem mind beosztásként is egy ilyen tekintés tagja volt ennek a nemzetségnek. Hát utána, hát 6 évvel később már nyilván teljesen megváltozott az ő státusza is. Egy híres felvétel, ugye Kurin rendkívül szorgalmas megfigyelő volt, amikor a Schwab-hegyi csillagvizsgálatban dolgozott abban a 35-től 47-ig, 12 évig volt ott, vagy 13 évig volt a státuszban. Rengeteget észlelt, és hát emiatt rendkívül sok érdekes megfigyelést is folytathatott. Ez például egy 5-ös metalnyomról készült felvétel, amit azt hiszem, hogy a 60 centis távcsővel készített. A 60 centis távcsőnek 360 mm a fókusza, ennek megfelelően nem túlságosan nagy a látómezője primér fókuszban. Egy ilyen 9x12-es lemez sarkára készült ez a szerencsés felvétel. De azt hiszem ugyanazzal a távcsővel fedezte fel a gágogó meteorokat is, amiről időnként lehet olvasni. Ugye a hold előtt elment egy liba raj, vagy valamilyen vándor madár raj, és a nagyobb nagyításnál pedig kiderült, hogy az átvonuló meteoroknak szárnyuk van, és lebegtetik is. És időnként még gágognak is. Egyébként itt is lehet hallani a polarizmon is gágogásokat, amikor liba vagy lúd vonulás van, akkor így pozícionálják magukat. Ez egy korabeli reklám, egész oldalas hirdetés. Akkoriban ez egy hatalmas nagy újdonság, nagy műszaki újdonság volt a igazi hiteles planetárium műszer projektornak a feltalálása, bevezetése, ami a jénai Zeissnek köszönhető. És ott a magyar vezérképviselő, ez a Jurány Henrik, ifjú Jurány Henrik cége rendszeresen hirdetett az akkori csillagok világában, és egy ilyen egész belső borítós hirdetést ő megvett, és hát valószínűleg ez az egyik első lehetősége lehetett talán Kulinnak is arra, hogy értesüljön a jénai csodáról, bár korábban is jelentek már természetesen híradások a planetáriumról. Ugye ma már ugye nem egy nagy szám az, hogy planetáriumba elmegy az ember, meg van az a mesterségeség volt, ahol mindenféle csodákat, meg rendkívül jelenségeket lehet megfigyelni, gyorsítva, lassítva mindenfajta földrajzi helyekön. Egészen addig ilyen mindenfajta mechanikus csodákat tákoltak össze az emberek, ahol hát többé-kevésbé mondjuk a mennyezetre erősítve próbálták bolygómozgásokat bemutatni mindenfajta műszaki megoldásokkal, ami hát inkább mondjuk műszaki érdekesség ma már, mint sem igazi élmény. És hát ez egy akkora élmény volt a 20-as években a Zeiss Planetáriumnak a megszületése, ami nagyjából a film, vagy a rádió, vagy a tévé felfedezéséhez, illetve feltalálásához hasonlítható. És aztán később Kulinnak, pár évvel később már megszületett az a rögeszmény, hogy már pedig Magyarországra is kell egy planetáriumot, egy nagy planetáriumot szervezni, mert hát ez a kultúra, a tájékozódás, tájékozottság része az, hogy az embernek legyenek csillagászati ismeretei. 1940-ben fotografikus úton felfedezte első üstökösét, ami akkor egy nagyon nagy szám volt, mert Magyarországon egészen Kulinig nem volt üstökös felfedező csillagász. Hát ebből egyből média szenzáció lett, nem mai találmány az, hogy egy jelentősebb teljesítmény után az embernél megjelennek az újságírók, vagy a kíváncsiskodók, a mikrofonosok. Hát ő egy nevezetes emberé vált hirtelen. Aurélnak a diákkori naplójából szkennelte, mert Ponori Török Aurél akkoriban egy fiatal diák volt, aki gyűjtötte a csillagászati különféle újságokat, meg magazinoknak a kivágásait. Onnan származik ez a nem Photoshoppal készült montázs. Ugye itt figyeljük meg azt, hogy ilyen cső, távcső alakban készítette el a ötletes grafikus a képeket. Itt még inkább távcső. Hát itt láthatjuk meg a fiatalembert, aki a távcső körül mindenfajta ténykedéseket folytat.
Tas Antal az akkori, az intézménynek az akkori igazgatója, utána Lasovszky, Károly követte, majd... Terkán. Terkán. Bocsánat. Hát ez érdekes, hogy a Kurin György kapott egy emlékérmet is, ami a 1940. február 19. üstökös felfedezését ismeri el, itt az egyik oldala, mi pedig ez egy komoly cég, a PASP. Ugye ez az üstökös, Gyurka bácsi nagyon sokszor két üstököst szokott megnevezni az ő felfedezései között. Sokkal-sokkal később derült ki, hogy ez az üstökös, ez inkább nem üstökös, hanem kisbolygó. Ez egy nagyon halvány kis objektum volt, amikor ezt lefényképezte, és aztán utána évekig elveszett, és csak a 90-es években, vagy a 80-as, 90-es évek fordulóján döntött úgy az EU, hogy akkor ez inkább kap akkor egy kisbolygó elnevezést, és 1940 AB néven szerepel most a katalógusokban. Nincsen még, ennek a kisbolygónak nincsen végleges elnevezése, úgyhogy majd valamit ki kéne találni ez ügyben. De akkor még ez egy teljesen üstökösnek látszó égítést volt. Díszes érem. Úgyhogy kicsit a Kurin kronológiát megnézzük. Ugye 1935-ben került a csillagászattal közelebbi kapcsolatba, és 1941-ben jelent meg a távcső világa. Tehát ez egy eléggé gyors csillagászati elmélyedést jelent. A korabeli hirdetésből láthatjuk azt, hogy kötve 12 pengőbe került ez a kétkötetes mű. Itt lehet látni. Ugye ő benne a világnézeté, vagy a szemléletváltást az éppen az hozta el, hogy a kutatási szünetekben, a felvételek közötti szünetekben azért csak-csak megnézte az égboltnak a legszebb látványosságait a nagy távcsővel. És hát ez lenyűgözte őt, olyannyira lenyűgözte, hogy elhatározta, hogy már pedig ezt az élményt minél több emberrel meg kell osztani, és hát ennek mindenfajta módozatait gyakorolta is egész életében ettől követően. Nagyon érdekes az, hogy mégiscsak ugye szakcsillagászként mennyire fontosnak tartott az amatőröknek a felkarolását. Ma már aztán nem egy akkora nagy újdonság, hát ez több mint 70 éve jelent meg ez a könyv. Ma már rengeteg forráshoz hozzá lehet jutni, mindenfajta távcsöveket nagyon nagy bűválasztékban lehet vásárolni, de hát ez a 40-es években még nem volt így. Ugye volt a Jurány Hendrik féle CEISZ képviselet, ott lehetett méregdrága távcsöveket vásárolni. A CEISZ teljes kínálatát be lehetett hozni és be lehetett hozatni természetesen. Volt még a Calderoni féle tanszergyártó vállalat, amíg távcsövek gyártásával is foglalkozott iskolák számára, vagy színházi látcsöveket. Sok mindenfélét forgalmaztak a Calderoniek, de hát azért az emberek akkor sem voltak különösebben gazdagok, és maga a távcső építés, a tükörcsiszolás kultúrája sem volt még akkor kialakulva Magyarországon. És hát a MOM az nem foglalkozott ilyennel, ugye? Nem. Akkor volt MOM, még nem úgy hívták, de volt már az előcége, de hát a MOM az egy külön és nagyon bonyolult történet. Akkor nem volt MOM-os távcső. A távcsővilágának tulajdonképpen egy eléggé jól olvasható csillagászat ismertető, ráadásul egyszerű nyelven, népszerű nyelven megfogalmazva, mert azért voltak bőségesen akkoriban is népszerűsítő könyvek, de ennek a fő újdonsága az volt, hogy valóban a lehetőleg egyszerűbben, de igényesen próbálta megfogalmazni a alapismereteket. Egy nagyon terjedelmes tükörkészítési fejezet volt benne, amit nem Kulin írt még, és ami szintén jellemzi ezt a könyvet, hogy az utolsó nagyjából 100 oldal pedig egy asztrológia kritikai, hát nagy ilyen asztrológia támadás, ami mai szemmel nézve, de szerintem akkori szemmel nézve is egy ilyen amatőr csillagászatról írt könyvbe azért nem igazán mondható szerves egységnek. De hát Kurin úgy gondolta, hogy az akkor is terjengő és
akkor is rendkívül sikeres horoszkóp készítés valamilyen formában talán mégiscsak meg kéne justírozni. Hogy aztán ez mennyire sikerült neki, ez egy másik kérdés. Hát itt a védőborítója a könyvnek, hát sajnos ezeken már nincsen meg, lehámlott. A Magyar Természettudományi Társulat adta ki, ami ilyen tipográfiát, ilyen stílusú könyvet más témakörben is kiadott, nem csak a csillagászat, tehát nem csak a távcső világa volt, hanem egy tulajdonképpen egy könyvsorozatnak volt a része. Ez nem ez a távcső? Nem. Tehát ez a Schwab egy 60 centis távcső, ezzel fényképezte le például az első üstökösét, tehát 1940-es, amiből aztán kisbolygó lett, és a második üstökösét pedig, amit 42-ben felezett fel, azt vizuálisan találta. Nem látszik, de ennek a távcsőnek van egy 10 centi átmérőjű kereső távcsőve, ami éppen a vezető túloldalán foglal most helyet ebben a pozícióban. Hát ezt az üstököst a kereső távcsővel találta vizuálisan. Ez a Vipul Bernasconi Kulin 1942, talán A vagy B. Szintén egy ilyen schwabhegyi korabeli felvétel íróasztal mellett éppen dolgozik Kulin. Tényleg így visszamenőleg nem lehet megítélni ezt, hogy ő ezzel az egyetlen felfedezésével hirtelen mennyire vált sztárrá, de azt hiszem, hogy eléggé. 1944 áprilisában járunk, hát tulajdonképpen a távcső világának az egyenes folytatása volt az, hogy ez egy sikerkönyv volt, nagyon sokan olvasták, forgatták, és hát szerették, hogyha lenne ennek folytatása. Például legyen mondjuk távcsőkészítő szakkör, vagy tükörkészítő szakkör. Mert hát jók voltak a leírások, de mégiscsak az ember társas lény, és társaságban együtt dolgozva jobban lehet együtt dolgozni, és eredményesebb lehet ténykedni. Na hát ekkor 1944 áprilisában megjelent a Csillagok világa, ez a Természettudományi Társulaton belül megalapított működő csillagászati alosztálynak a negyedévinek szánt közleménye volt, amiből, ha jól tudom, csak 3 szám jelent meg. Hát tudjuk, hogy 1944 az hogyan fejeződött be az az év, úgyhogy utána egy darabig nem volt csillagászkodás Magyarországon. Volt csak a színe. Hát 5-ágú volt, az biztos, meg nem akart, sose akart lenyugodni nyugaton. Felkelt, aztán nem ment le még 89-ig. Érdekes igazolvány ugyancsak 44-ből Kurin Györgynek országos magyar sajtókamarai igazolványa is volt. Hát hiszen rengeteg cikket írt különféle, nem csak tudomány népszerűsítő helyeken, hanem például olyan helyeken is, mint a cserkészeknek volt valami alapja, az ászlónk, meg még voltak más, sok-sok még más helyen is volt neki cikke elhelyezve. Úgyhogy tessék fellapozni a Ságner Márta féle Kulin gyűjtést, és azt hiszem, jóval több mint 700 tétet lehet találni a bibliográfiában. 1944, hát az ember azt gondolja, hogy 44 van, mert háború van, az emberek már nem járnak se operettszínházba, se kávéházba, nem csinálnak semmit, csak rettegnek. Hát nem, az emberek nagyon szeretnek élni, ugyanis normálisan, és lehetőség szerint nem tudomást venni a különféle csatározásokról. Tehát 44-ben még bőségesen meg tudtak szervezni egy schwabhegyi csillagvizsgálóba való látogatást. Ez a cikk, ez például egy ilyen élmény beszámoló, ami egy schwabhegyi csillagvizsgálóban tett be látogatást ír le. Tehát itt olyanok voltak, hogy 50-es, 100-as csoportokban mentek fel az emberek, fel a fogaskerekű végállomásig, utána pedig még 20-25 perc séta gyalog. Hát ugye autó nem nagyon volt senkinek. De nem tudom, 39-ben hány személyautó volt az országban? 10 000? 15 000? Hát ugye az embereket van látok, akkor lehet gyalogolni. És hát nem azt mondom, hogy az ideális, de hát hogyha az embereket érdekli valami, akkor el kell menni az ország egyetlen csillagvizsgálójába, mert máshová nem lehetett menni.
Létezett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, kicsit létezett a kalocsai csillagvizsgáló, de hát az is egy gimnáziumnak a tetején, inkább napkutatásokra, fényi-féne kutatásokat folytatták még a 40-es években is. És nem volt Magyarországon bemutató csillagvizsgáló, aztán különösképpen nem volt. Kulin ezt már a 40-es évek elején leírta azt, hogy már pedig kell szervezni egy népi csillagvizsgálót, amit a nagy közönség számára szervezünk. Nem messze a várostól, hanem mindenképpen valami normális helyen, valahol a budai hegyeknek a legbelső vonulatain. Hogy pontosan hol, azt nyilván akkor még pontosan nem tudhatta, de ilyen szándéka volt. Tehát ez nem a 40-es évek végén született. Hát közben volt egy újabb elvesztett háború, és ez a műkedvelő csillagászati alosztály, ez végül is ugye a semmibe enyészett 44 végével, viszont 46-ban ugye az újjáépítés lázában is félig meddig létrejöttett egy új szerveződés, amit úgy hívtak akkor már, hogy Magyar Csillagászati Egyesület, ez 46 november 11-én alakult meg, több mint 400 belépő volt már akkor az akkori első MCM-e, és hát itt egy 46-os keltezésű cikket láthatunk, amiben Kulin György már nem a Szabadsághegyi, nem a Schwab-hegyi, hanem a Szabadsághegyi csillagvizsgálóba szerveztek egy nagy látogató sorozatot, itt lehet így ilyenek is a tetén, hogy 50-es csoportokban vezetjük majd fel a jelentkezőket a csillagvizsgáló intézeti kirándulásra. Tehát ekkor még nem volt Uránia, akkor még csak Schwab-hegy, Szabadsághegy volt. És itt lelkesült hangvételi cikket láthatunk. Azt hiszem, hogy ez a Csepeli Fogaskerék című üzemilapból való. Hát nem tudom, akkor Csepelen hány tízezer ember dolgozhatott, mindeneset, ez egy nagyon komoly cég volt a Weiss Manfred művek utáni, akkor talán még mindig Weiss Manfred művek volt. De hát itt már a kor szelleme már megjelenik, a szemétláda mindenkit a maga helyére. Hát nyilván, aki úgy gondolja, személyesen befáradhat a szemétládába, és magára csukatja a tetőt, vagy a fedelet, mert itt már egy merőben más világ köszön vissza nekünk ebből a cikkivágásból. És akkor meg is nyílt a Kulin György féle népi csillagvizsgáló, ez 1947. szeptembere volt, és hát itt egy tudósítás, többé-kevésbé nyilván pontos tudósítás a megnyitóról, és hát itt egy ismét egy korszakot jellemző hír, újabb hadifogói vonat érkezett Debrecenbe. Hát az összetétel is érdekes, 607 legénységi, 212 tiszthelyettes, 45 polgári személy és 2 munkaszolgálatos. Tehát 47-ben még jöttek haza. És hát akkor elmondhatjuk, ugye megalakult a MCE, a Kulin által megálmodott szervezet, és létrejött a Sánc utca 3-ban a bemutató csillagvizsgáló, hangsúlyozottan Uránia bemutató csillagvizsgáló nevet kapta. Hát Uránia az egy, főképpen a német nyelvterületen nagyon sok helyen lehet találkozni Urániákkal, a csillagászat múzsájáról nyilvánvalóan. Mindjárt így Bécsben is van egy Uránia, és hát még Németországban, Svájcban számtalan Urániával találkozhatunk. Tökéletes névválasztás. A 40-es évek legvégén, ugye ez egy romos, egész Budapest romos volt, nem tudom, most a Fortepánon most nemrégen feltettek egy nagyon-nagyon sok felvételt a romos Budapestről, hát egyszerűen valami tragédia az embernek, fáj a szív, ha végignézi azokat a felismerhetetlen házakat, utcákat. Nagyon sok esetben egyszerűen nem lehet felismerni, annyira szétlőtték a budai oldalt. És itt a budai oldalnak az egyik villáját sikerült megszerezni csillagvizsgáló céljaira, és ennek a tetejére egy teraszon kaptak helyet a tárcsövek. Kupola még nem volt persze, és akkor ez egy ilyen korabeli terv, egy elképzelése Lajtainak, hogy hogyan lehetne ezt a
védőépületet megoldani. Hát az egy ilyen lebuktatható, ellensúlyos, eléggé nagy monstrum lett volna. Hát talán ilyen nagy méretben nem célszerű ilyen nagy méretben ilyet gyártani, kisebb méretben. Tehát mondjuk, hogy a Sufni csillagvizsgáló kategóriában láttam ilyen jó megoldásokat már. De hát ez csak egy terv volt, egy nagyon szépen elkészített makett. Majdnem 20 év után lett csak kupolája ennek a csillagvizsgálónak. Tovább változik a világ, vagy hát tulajdonképpen egy újabb szeletét láthatjuk a világnak. Hát a legfőbb érték a munkás, a dolgozó. Mindenki, aki nem dolgozó, az here. A nők is. Tehát itt lehet látni, nyilván felismerjük, hogy a Heidét rajzolta meg a grafikus. Ez a fiatalember itt Kulin György, aki ismeri a Heidét, az tudja, hogy ezek szerint Kulin György nagyjából 2,5 méter magas lehet. Ráadásul így vállon veregeti a munkást, a becsületes munkás embert. És hát állítólag még ezt a beállítást is felrótták neki bűnként, mert később ugye változott a világ, és ki kellett takarítani az ilyen idealista embereket, ilyen néptanítókat, mint Kulin György, meg az olyan szervezeteket is ki kellett tisztítani a közéletben, mint az egyesületek, főleg a Csillagász Egyesület. Tehát ez is egy bűne volt, tehát tulajdonképpen az egy jó szándékú ábrázolás arra, hogy hát most akkor tök jó dolog, gyertek csillagászkodni, nézzük meg az eget, gazdi élmény, ami csak belefér. Hát ugye nem, aki tanulmányozta ezt az időszaknak az eseményeit, történelmét, irodalmát, azért sejthető, hogy akkor tulajdonképpen van kalapja, nincs kalapja, teljesen mindegy. Hogyha valaki ki akarta készíteni, azt ki is készítették. Hát sikerült. Ugye alapnak ugyanaz a cím, hogy világosság, de hát valójában egy rendkívül sötét alak látható a címlapon. Az a kis golyófejű, alacsony, termetű egyén nem volt más, mint Rákosi. Ugye ez már az az uránia csillagvizsgáló, onnan Kulint már eltávolították. 49-ben azt mondták, hogy hát Kulin elvtárs, köszönjük szépen az eddigi vendégszereplését, köszönjük, hogy létrehozta az intézményt, hát most már el lehet távozni innen. Megszűnt az állása. Még Budapesten sem vállalhatott állást, úgyhogy a újpesti Könyves Kálmán gimnázium, Újpest akkor még nem tartozó Budapesthez, a Könyves Kálmán gimnázium állhatja a sorsát, hogy egy ilyen kitűnő ember taníthatott ott 5 éven keresztül, Kulin György. Nagyon ápolják egyébként a könyvesben a kulini hagyományokat. Érjünk majd később. Tehát ez ugye nem kell mondani senkinek se azt, hogy milyen fajta lelkitörést okozhat az embernek, aki valamiben hisz, és tulajdonképpen kihúzzák a lába alól a talajt. Ekkor, amikor az egyesületet megszüntették, pontosabban integrálták a természettudományi társulatba, akkor 2200 főnél tartott már a taglétszám, ami egy eléggé szép eredmény. Ilyen 46-os indulás, és hát ugye 2,5 év alatt sikerült ezt a létszámot elérni. Mindennapos nyitvatartás, hétvégenként, vasárnaponként napbemutató, rengeteg szakosztály, távcső készítés, távcső gyártás, rádió szakosztály, asztrológia kritika szakosztály, de ezt inkább ne is emlegessük. Különösen sötét pontja a magyar csillagászat történetének. Több tízezres látogatottság, és egy jönnünk bele, hogy ez mindez egy abszolút romos városban indult be annak idején. Most itt az kettővel korábbi újságkivágásban is azt írja, hogy akkor fel lehet menni a romos Budapesten. Romos Budai oldalon a Sánc utcába, és ott lehet csillagászkodni. És hát ugye ebben a frissen létrehozott intézményből paterolták őt ki. Hát a fiatal emberek persze valószínűleg egyrészt, ez egy nagyon jó sajtófotó, különben ezt el kell ismerni. És Aurél mondta is, hogy kik láthatók a felvételen közben. De középen ez a fiatal ember, akit megbíztak az uránia vezetésével, és semmi köze nem volt a csillagászathoz természetesen, az Alföldi László, elvtárs. De mindenkinek elvtárs volt a keresztneve. A nőknek elvtársnő. Ez itt Bartalajos elvtárs. Svájci sok nő. Aki, ha jól tudom, a Kispók névre hallgatott.
akkoriban. Jobb színén meg a postás Rezső. Postás Rezső? Rezső. Igen, de nem. Az a beosztása volt, ő postás. Rezső. Vannak zenészek is, nem énekes? Igen. És ott a háttérben pedig egy ilyen hold gömb gipsz modell, ami szerintem már elkalódott. Hát ugye érett a népi csillagvizsgálóban. Hát így nézett ki a népi csillagvizsgáló, akkor 51-ben, 50-51 tájékán. Hát ez egy korabeli csillagászati évkönyvből való szkennelet, iszonyatos nagy raster tömbökkel, de hát azért a lényeget láthatjuk, és azt is lehet látni, hogy a királyi várnak a kupolája az abszolút szét van. Hát ugye ez gyakorlatilag a háborús állapotokat tükrözte még nagyon sokáig. És sokáig gondolkoztak azon, hogy le is bontják az egészet, és valami szörnyűséget építenek a helyébe. Hát nagyon sokáig elhúzódott a felújítás. Tehát borzasztóan szét volt lőve a város, úgyhogy nem biztos, hogy a legfőbb gondja az volt a világnak, hogy itt a csillagvizsgálónak milyen kupolája lesz. Igen, és akkor én csak leírásokból tudom, hogy ez egy ilyen letolható fabódé volt, ami a távcsövet védte. Igen, ám csak egyszer elfelejtették lehorgonyozni. Ilyen drótkötéllel lehetett valahogy lekampózni, és hát jött a hidegfront. És az egészet lefektette. De minden estől 800 kilós távcsövet. És hát az elég jó meg volt, bár nem erre méretezték a helyét, de mind a mai napig kitűnően működik állítólag. Mm. 1951 a dolgozók természettudományos képzésének szolgálatában megnyílt. Ugye itt mindenki elvtárs, Tarján Rezsőné elvtárs, nem tudom, hogy minél elvtársnő? Férfiasították? Róka Gedeon elvtárs. Ja, hát mi? Blablabla. És ugye egy kis csillagászati múzeum nyílt meg az Urániában, ami fent volt a Schwab-hegyen. És egy része oda lekerült, hogy a dolgozók is végre láthassák. És a szokásos vörös farok a legvégére, pártunk útmutatói, Révai elvtárs mondott a kongresszusi beszédében, a Dunapentelét építeni és új kultúrát építeni ugyanannak a dolognak két oldala. Ez bizonyára borzasztó jó használható egy csillagászati múzeum berendezésekor, mint irányelv. A Magyar Természettudományi Társulat bemutató csillagászati múzeumának megnyitása az új kultúra építésének egy téglája. Hát Dunapenten akkor még nem volt Sztálinváros. Nem tudom, mikor kapta, mikor avatták, de 51-ben ezek szerint még nem az volt. Két héttel ezelőtt volt szó a médiáról, akkor is vetítettem ezt a képet, ugye az elmúlt néhány évtizedet kicsit áttekintve. Itt az élet és tudományt lehet látni, 51, éppen a Csillagászati Múzeum bemutatójával foglalkozik ez a lapszám, amit ugye Révai elvtárs útmutatásai alapján építettek ki. Hát itt egy ilyen tablót helyeznek el az elvtársak a falon. Itt Barta Lajos elvtársat láthatjuk, amint a radiátor tetén állva justírozza. Ugye akkoriban 200 ezer példányban jelent meg az élet és tudomány, amikor indult. Hát most talán 10 ezer lehet, talán még annyi se. Persze más időszak van, teljesen, ezt mindenki tudja. Más az egésznek a súlya, csak hát belegondolunk abba, hogy borzasztó, hogy tulajdonképpen az ilyen központosított diktatúrákban lehet még akár előnyös is valami, mert hát egy 200 ezer példányban olvasott lapba elhelyezni valamit, az borzasztó hatásos. Tudták ezt az elvtársak, hogy hogy kell csinálni. De hát ugye a Kurin György az életünk egy nagyon jelentős részét ezekben a időkben érte le, úgyhogy hát nem az volt, hogy most akkor elmegyünk, majd visszavonulunk, és akkor egy barlangban, illegalitásban éljük mindennapjainkat, vagy mondjuk egy raktárban, hanem hát a korszak lehetőségéhez mérten azért lehet értelmes dolgokat is csinálni. Érdekes a szöveg is, ami ott van, az ősközösségi társadalomban nem voltak társadalmi osztályok, az emberek közösen halásztak, vadásztak, már ekkor megfigyelték az égbolt. Hát ez három fő tevékenység. Halászat, vadászat, változózás. De hát muszáj volt. Muszáj volt, és szerintem az értelmiség nagy részében benne volt a kisméretű, kis beépített cenzor.
Tehát ebben az időszakban Kulin nem volt a Urániában nem kívánatos szemét, is mondhatnék. Hát ugyanakkor a könyvesben nagy szeretettel fogadták, és hát ott is, hogy nem, egy gimnáziumi csillagvizsgáló építése, létesítése merült fel, ami hát egyrészt ugye Orgoványi János volt, aki ennek a fő hajtómotorja volt, akit aztán később nagyon jól ismertünk. Itt láthatjuk 53-ból a Könyves Kálmán gimnáziumnak a nagy Newton távcsövet, ami 25 centis. És ugye milyen szépen ki van öntve ez a műszeroszlop. Milyen igényesen meg van csinálva ez a jó kis távcső. És hát ez került be a gimnáziumi kupolában valamikor 56-ban. Utána néhány hónap után szét is lőtték az oroszok. De ez a könyves távcsővének, meg a könyves csillagvizsgálónak ez egy borzasztó szomorú időszak, ami ezután következett. De ezzel most ne foglalkozzunk. Mindenesetre, ahol Kulin György megjelent, ott automatikusan csillagászat virágzott ki. De a megfelelő politikai kanyarok után 54-ben visszatérhetett az Uránia élére, és hát ez egy ilyen pillanatot örökít meg, hogy amikor a halatlanul népszerű Kulin György visszatért, végre visszatérhetett, akkor szinte egy ilyen szimpátia tüntetés kísérte az ő ismétett megjelenését. Hát ez itt az Uránia teraszáról készült ez a felvétel, hát játszótér volt ott régen, azt hiszem. Hát itt van a hallgatóközönség, van a pletykafazék, megafon, és a háttérben látjuk a még mindig igen romos várat, amit azt hiszem, hogy 10 évvel később kezdett valamilyen emberi formát ölteni a kupolája. Igen, ez egy elég sötét felvétel. szeptember 10. Ez egy korabeli szóróanyag, ami mindössze 5000 példányban jelent meg. Hát ilyen mesebeli példányszámok voltak akkoriban. Ez egy csillagászati hétnek a plakátja, ami az az érdekes, hogy nem az Uránia csillagvizsgálón, hanem a szemközti szabadtéren tartják. Nyilván fényes nappal tartják, és semmi PowerPoint, meg ilyen hókusz-pókusz. Mert akkor volt az érdeklődés ez iránt, hogy egyszerűen jöttek az emberek, és nem lehetett őket hova tenni, nyilvánvaló. Merre halad a csillagászat, Kulin Györgytől, Zeninvári, a Mars bolygó szeptemberi nagy földközelsége. Hát ez egy horrorisztikus időszak lehetett a leírások szerint, tehát tényleg ellepték az emberek. A 8-as busz vezetője úgy harangozta be a megállót, hogy leszáll a Marshoz. Leszáll a Marshoz. Tehát ez a nagy Mars közelség volt. 2 forint volt a belépő. És nem az, hogy most ugye a bevezetőben mondtam, hogy tudásfesztivál, mondjuk én húzom. Parkjában, és jaj, csak gyertek, és ingyenes, ez így ki van emelve a mai hihetetlenül szegény és nyomorgó világban, ami hasonlíthatatlan gazdagabb, mint 1956 Magyarországa, és ingyenes, ez így külön kiemelve az ilyen szóranyagokon. Nagyon sok 10 milliós költségvetés után, csak hogy gyertek. Nem, jöttek az emberek, és tátott szájjal bámulták az eseményeket. Hát 56... Én azt hallottam, hogy ugyanaz a horror volt, mint ami nekünk itt 2003-ban kijutott a Polarisban. Tehát nem lehetett lépni a sok látogatótól. És aztán még tovább fokozódott a helyzet, a nemzetközi helyzet is, a mesterséges hold felbocsátásával. Ez itt egy szintén korabeli plakát, 1957. november 8-ából, tehát ugye itt már a Sputnik 2-n is túl vagyunk, ha jól emlékszem vissza az űreseményeknek a kalendáriumára, és itt egy valami meg nem határozható megyei szervezetnél tart Kulin György előadást belépődik 2 forintért. Hát én csak úgy olvasgattam, hogy ott is, hát ugye az emberekben megállt az ütő, hogy hát az oroszok már ezt is tudják, hogy ott megy fönt, nyilván nem a Sputnik 1-et látták, hanem azt hiszem a harmadik fokozatát lehetett látni szabad szemmel,
mert a Sputnik az túl kicsi volt, de hát ez egy fantasztikus áttörést eltett, mindjárt 56 után, 57-ben. És hát ugye eltelt szűk 20 év, és Kulin megírta a Távcső világa újabb folytatását, vagy újabb kiadását, de hát ebben volt egy nagyon jó tollú segítője, Zerinvári Szilárd, aki tulajdonképpen csak az 50-es években tűnt fel a magyar csillagászat ismertérjesztésben, de viszont egymás után írta a sikerkönyveket. De egy nagyon jó tollú népszerűsítő volt, és hát ez a számomra is ez a legkedvesebb Kulin Távcsővilága verzió, ez az 1958-as kiadás, aminek akkor az ára 72 forint volt. Ezért piszok nagy pénz volt 58-ban, nem? Ez az, mert havi fizetések voltak a százasok, nem? Á, nem, hát sok száz, inkább 1000 forint felé tartott talán akkor már a fizetések. Ugye 56 után volt egy ilyen nagyon nagy... 800 és 1000 között voltak a 58-ban. De azért nem volt ez? A könyvárban az komoly pénz volt. Igen, igen. Ez így érzékelhető a dolog. És hát amikor én elkezdtem amatőrködni, vagy 10 éve később, akkor már nyoma nem volt. Tehát antikváriumban lehetett beszerezni. Ja, és 5000 példányban jelent meg. 1960, csillagászati hét. A Kossuth klubban volt ez a csillagászati hét. Hát érdekesség, hogy az akkori tudományos ismeretterjesztő sztárok, Ponori Török Aurél, Biblia csillagászati vonatkozásai, Fantázia és valóság az űrhajózásban. Hát ez ugye olyan téma, hogy abszolút 1960-ban űrkorszak volt. Vannak értelmek más bolygókon, ember a világűrben. Filmet is vetítettek. Film, négy lábú asztronauták. Hát nyilván amerikai, nem, szovjet film lehetett. Ott voltak kutyák. És a végén, ami nekünk nagyon érdekes, az a 1961-es február 15-i teljes napfogyatkozás, ami Magyarországról majdnem teljes volt, 90 sok százalékos, viszont az általunk elérhető helyek közül Bulgária jöhetett csak egy időszámításba, úgyhogy amatőr csillagászok ott egyáltalán nem mentek. Nem tudom, szerintem 61-ben olyan mértékben nem lehet itt utazgatni csak új napfogyatkozásra, hogy nem volt öröm nézni. De 61-ben viszont az akadémia szervezett egy nagy napfogyatkozás expedíciót, majd lesz róla szó. Ez az 1960-as BMW-n készült ez a felvétel, ahol egy érdekes dolog. Kulin György a korszerű, gondolkodású, vállalkozó szellemű csillagász. Hát elkezdte a távcsőgyártástól kezdve még kis vonatokat is gyártott volna az úgynevezett Uránia intézetben, ami egy ilyen tulajdonképpen kis vállalkozás volt. És az ezen Uránia által előállított szétszedhető kupola pedig a budapesti nemzetközi vásáron volt kiállítva. Itt csillog szépen. Itt a Merz reflektor, ez nem tudom, ez nem a Jáger Tamásé itt az Ólós távcsőnél. 1960-ból egy korabeli önkéntes fiatalember. A csillagászat a BMW-n. Ez a BMW, ez egy hatalmas... Budapesti nemzetközi vásár, igen. Ezt a gyerekkoromban elvittek engem, igen, a BMW, igen. Az év fénypontja volt, ez egy szuper dolog volt a BMW. Az más kérdés, utána persze, hát eléggé elgáncsolták ezt a... Mi ez, hogy haszonélvű vállalkozás? Hát persze azért akar bevételt, hogy jobban menjen az Urániának. Én egyszer nem tudom elképzelni, hogy itt azért most már ugye már 55 éves volt 1960-ban, de tele, önmértékben tele lehetett energiával, amit csak így utalag, amennyire láttam, hogy az elképesztő. Hát nem csak a cikkeket ontotta, hanem a könyveket is. Diafilm forgatókönyvet írt, filmeket szakértett. És hát itt a kis csillagász távcső, ami megtalálható itt a polcon, egy ilyen kicsi kis könyvecske, hát a hiánygazdaság távcsőgyártása. Szépen, jól, otthon, gyorsan, úttörők számára van röviden leírva. Ugye optikákat is azért ilyen egyszerű optikákat lehetett szerezni ezekhez a távcsőgyártási otthoni barkácsolásokhoz. A 57-ben, 58-ban indult az Urániából, a Lenin körül 96. Most nem tudom, mi a neve.
Erzsébet, vagy Teréz. Teréz. És hát ott lehetett kapni mindenfajta távcsöveket, optikákat is. Momáta gyártott nagyon sok egytagú lencsét is. Tehát ezek azért arra jók voltak, hogy az optika alapelveit elsajátítsák a gyerekek. Csiszolóport is lehet. Csiszolóport is. Nem tudom, ez itt nem Kurin György esetleg? Messzire jobban látjátok. A Gyurka bácsi, hát ez a Citadella egy érdekes, én szívem szerint lebontatnám. Ez egy nagyon érdekes építmény a városnak, ugye ez mi más lenne, mint a Habsburg elnyomásnak a kitűnő jelkép, amit még ráadásul meg is őrzünk. De ez nagyon sokáig katonai objektum volt, és a 60-as évek legelejétől lett nem katonai objektum már. Hát egy kitűnő kilátópont nyilván, lehet nézegetni a várost, szükség esetén odalőni jó nagyot egy mondjuk egy Habsburg gyártású ágyúval. Ugyanis ez volt a szerepe a Citadellának, amikor 1850-es évek végén elkezdték építeni. Na most a lényeg az, hogy ez egy jó kis idegenforgalmi helyé alakult át, nagyon magas látogatottság, és egy zseniális ötlet oda bemutató helyet létesíteni. Hát egyrészt itt egy kihelyezett bemutató részleg működött április 15-től október 15-ig. Tégy időszakban nem. Volt egy bódé benne, egy 12 centis kis refraktor. Este jöttek az emberek, akkor lehetett távcsövezni. Napközben pedig panoráma távcsövekkel pásztázhatták a várost. Tehát tényleg, aki nem jött fent a Citadellán, még mindenképpen menjen fel. De ne nyáron, mert akkor sok pénzt kérnek. Tehát csodálatos a kilátás. Hát ez ugye 60-as évek elejétől 80-as évek elejéig működött fent a Citadellán ez a kihelyezett részleg. Hát ma már teljesen reménytelen lenne, hát olyan a fényözön, hogy egyszerűen az ember hanyat esik. De régen a szocializmusban, hogyha emlékeztek még rá, hogy van jót mondjak, hát nem volt ez a borzasztó kivilágítás, díszkivilágítás minden áldott este, éjjel egyig, hanem csak vasárnapokon, meg mindennapokon volt díszkivilágítás a városban. Ami szerintem, hogyha dísz, akkor éppen elég is, hogyha igazán emelni akarjuk a díszítésnek a rangját és a súlyát. És belépődő ide is volt, ugye? Persze, mindenhol volt. Megtudtad, nem volt magas, de hát nem az, hogy ingyen minden csak gyertek, hanem mentek is. Ez a rengeteg ingyenesség, ez egy más előadást érdemel, hogy ez mennyire tévút. Na hát ismét két kép következik a 1961-ből, a bulgáriai napfogyatkozás expedícióból. Ez itt a debreceni napfizikának a 25 centis refraktora. Tehát úgy képzeljétek el, hogy az egész debreceni minden hóbelevancot berámolták egy vagomba, egy másik vagomba saját magukat, nem ma halomba, rendes pullman kocsiba, és akkor a magyar csillagászat krémje elutazott egy 3 hétre, vagy egy hónapra Bulgáriába a napfogyatkozás expedícióra. Hát ugye akkoriban még vonattal mentek. Két észlelőállomást telepítettek, és hát nagyon akkurátus megfigyelés sorozatot folytattak. És Kulin, aki ezen részt vett, egy nagyon jó cikket írt erről az életéstudományba. Érdemes fellapozni. Ez pedig a másik észlelő állomásnak a távcsöve. Tehát csillagvizsgálatot vittek, letolható bódét magukkal. Hát Gyurka bácsinak éppen volt ráérő ideje, expedíció közben talán megírt egy könyvet, de fantasztikusan termelékeny volt, mint szerző, és ezeket ma is nagyon szívesen lapozgatja az ember ezeket a gyerekeknek szóló anyagokat. Hát kezdődik a konszolidáció időszaka. Ugye azt mondtam, hogy 49-ben az MCL-t azt ledózerolták, azt integrálták a természetudományi társulatban, amiből aztán később a TIT lett. És hát tulajdonképpen a Magyarország amatőr csillagászok első országos találkozó, amit itt 63-ban szerveztek Szentendrén, ez egy kétnapos találkozó volt. Ez volt az első ilyen, hosszú idő után az első ilyen országos civil szerveződés kezdemény Magyarországon, ami hát nem egy önálló egyesületet eredményezett, nem is lehetett ilyet csinálni egyszerűen, hanem a TIT-en belül egy ilyen, hát ha vannak kis gombászok, vagy gombászok barátik, hát akkor legyenek csillagászok is. Most ez tényleg
voltak mindenfajta baráti körök a titen belül, de hát hogyha ilyen lehetőségek voltak, akkor miért ne ilyen formában kellett kihasználni. És hát itt láthatjuk a fiatal Ponori Török Aurélt Gyurka bácsitól balra. Ez már a miskolci országos találkozó, aztán ténylegesen ki is mondták, hogy igen, megalakult a csillagászat baráti köre. Ami hát egy eléggé népszerű kezdeményezés volt, ugye akkor már megint volt távcsővilága. Ekkor már nem csak egy bemutató csillagvizsgáló volt az országban, hanem egymás után épültek. Ugyan újságáros forgalomban nem volt ugyan amatőr csillagászlap, de volt, létezett a csillagoség, amit legalábbis ilyen belső körökben terjesztettek. Tehát már volt egy élő eleven és egy nagyon-nagyon jó hangulatú amatőr csillagász mozgalom, amit hát miért ne fogjunk össze? Össze is fogták. És mindössze 19 év, vagy 18 év után a Uránia végre kupolát kapott. Orgoványi János látjuk itt jobb oldalon, hát ő volt Gyurka bácsinak a jobb keze. Ugye ebben az időszakban az 50-es évek végén, 60-as években, 70-es években volt egy, mondhatjuk azt, hogy standard observatóriumi távcsőtípus, ez a 30 centis Newton távcső, ilyen F8 körüli, amit Orgoványi János volt, aki ezt megtervezte, és aztán a terveket rendelkezésére bocsátotta a különféle szocialista nagyüzemek forgácsolóinak. És hát ugye ezek alapján, a tervek alapján készültek csillagvizsgáló műszerek Miskolcra, a Dunaújvárosba, akkor már Dunaújváros volt, aztán Szegedre, Szolnokra, Győrben, Székesfehérváron, ami most is működnek ezek a távcsövek, Fűzfőre, Zalaegerszegre. Tehát Petr Gábor egyszer összeszámolta, és majdnem 20 ilyen mechanika készült az országban. Ez is egy ilyen újfajta lökést adott ennek a népszerűsítő mozgalomnak. 60-ban már megint egy kis könyv megjelent, a Színes Világ Egyetem. Ez egy nagyon érdekes könyv, különben érdemes fellapozni. A 60-as éveknek azt a nagyon érdekes grafikai világát tükrözi és őrzi meg. Tehát ez nem olyan igazi színes könyv volt, mint amit manapság az ember megszokott, hanem különféle színekkel voltak nyomva az egyes oldalak, ha jól emlékszem. Nagyon érdekes az egész, és tényleg egy nagyon klassz kis könyv. Tulajdonképpen a címlap a legszínesebb. Hát közben szépen lassan emelkedik, újra emberi formát kap a várpalota, hát sajnos nem az eredeti állapotot állították vissza. Hát ilyen kupolája soha nem volt egészen addig. A kupola is új, még csillog, még nincsen lefestve. És közben szépen nő a fényszennyezés, amit akkor még nagyon, nagyon nem ilyen néven illettek. Hát közben egy kis kitérő, a nagy planetárium az csak 77-ben nyílt meg Budapesten. De Kulinnak az álma, ha nem is abban a formában, de azért csak kicsit megvalósult, mert ugye ez a 1960-as BMW-n a Jénő Zeiss elhozott egy kis CKP1-es planetáriumi műszert, és akkor ott végeztek ilyen bemutatókat. És hát ezt sikerült elintézni, hogy ez a műszer ez itt maradjon Magyarországon. És aztán végül is jobb hely hiány a Vidán Parkba került. Az egykori panoptikum épületébe telepítették, és itt néhány éven keresztül, úgy 62 és 68 között valahogy így működhetett ez a planetárium. Nagyon kár, hogy nem színes és éjszakai felvétel van erről a jó kis korabeli neon jó kis reklámról. Ugye van Szaturnusz, van üstökös, van planetárium. És hát itt bal oldalon szerintem a Barta Lajost látjuk, jobb oldali fiatalembert azt én nem ismerem fel, de talán a legtöbb előadást itt a Sarg Gyula tartottam, meg a Gauzer Károly. Hát ilyen egészen komoly, sok tízezres látogatottsága volt. Az ember elhűl, hogy úristen, hát mit keres a csizma az asztalon, hogy kerül a Vidán Parkba a planetárium, hát ez mégse egy céllövölde, vagy egy labirintus. Hát nem tudom, járt-e valaki Klagenfurtban, a Minimundusban? Nagyon jó kis hely. Ha nem, te jártál, és ott láttál planetáriumot? Meg van még?
Pedig van planetárium is. A Minimundus az egy ilyen európai műemlékek, ilyen kis méretben, makett méretben elkészítve, mit tudom, egy méter magas a Mátyás templom, mert az is van. Egy nagyon érdekes kis gyerekparadicsom, persze van ott is jár benne, és hát ott is van egy nagyon látogatott planetárium. Tehát ugye az ember azt mondja, hogy ha a plázába építenének mondjuk egy planetáriumot, akkor hát odaépítenek, és ha egyszer oda megy a nép, akkor oda kell rakni az ilyesmit. Mint ahogy a Csodák palotája is hol kötött ki? A Kampónában. Hát jobban szeretnénk, hogyha az eredeti helyén maradt volna, de hát hogyha befogadták, hát változik a világ. Sajnos ez egy eléggé rossz minőségű kép, jobbat nem tudtam szerezni. Ez a Csepeli 50 centis tükör, amit 1969-ben adták át, tehát ez a nagy magyar amatőr távcső volt, amit a Csepel művek művődési otthonának a tetején helyeztek el. És hát nyilván ez egy beállított kép, Kulin György és Orgvány János éppen vizsgálják a tükörnek a felületét. Ez egy külön történet érdemel ez a távcső, minden esetre amatőrtörténelmi pillanat. És az igazi fordulópont szerintem 1969 volt egyértelműen a mozgalom életében. Amikor a Magyar Televízióban, akkor ugye már régóta voltak tudományos ismeretterjesztő programok, a Magyar Televíziónak az egyik munkatársával, Kollany Ágostonnal közösen készítettek egy kétrészes dokumentumfilmet, ahol az országban olyan 10-12 helyet végigjárva amatőr csillagászokat, bemutató csillagvizsgálókat bemutatva egy nagyon vonzó és nagyon érdekes kép alakult ki a magyar amatőr csillagászatról. És hát itt éppen az elején, a filmnek az elején látjuk, hogy Kulin György éppen mit csinál jobb híján, hát persze tükröt csiszol, és aztán szépen elmesél ezt, hogy ezt ő miért csinálja. És hát ez a Magyar Televízióban lett vetítve, szerintem akkor több millió embernek volt tévéje, és hát ugye egy darab magyar tévében egy ilyen jó műsort levetítve azért óriási érdeklődés támadhat. Mindez megtámogatva mondjuk egy népszabadságbeli cikk közlésével, úgyhogy elkezdtek özönlenni az érdeklődők. Tehát ez azt jelenti, hogy a csillagászat baráti körében akkor tartósan, éveken keresztül évi 1500 új belépő volt. Ez az MCN-nél most olyan 300, és csökken. De ez egy merőben más korszak volt, ez mindig hozzá kell tenni. Például akkoriban még nem voltak ilyen hatalmas észlőtáborok, meg kicsik sem egy olyan, mint manapság. Az amatőrök évente, aztán két évente találkoztak össze. Ez az Alegerszegi 1970-es nagy összcsoportkép, ahol hát nyilván sok ismerős embert fel lehetne fedezni. Én csak itt most rábökök is, Szabó Gyula, aki a Miskolci csillagvizsgálónak volt a vezetője, és még nem akarok itt most bögdösni, de hát nagyon sok ismerős arcot azért még ki lehetne szűrni, mert ez egy jó minőségű kép. Ez is 69-ben készült ez a felvétel, és a pár évvel azelőtt nyitották meg a Fűzfői csillagvizsgálót, ami aztán szépen lassan a totális rom állapotáig legatyásodott. De itt még vidáman beszélget Gyurka bácsi a résben, könyökölve, talán Lendvei Lászlóval. De ezt igazából nem tudom megmondani. Hát ugye ez a Balaton csillagvizsgáló most, körülbelül kétszer akkor az alapterülete a kiszolgáló egységnek, a kupola az ugyanaz. Tehát 67 és 2012 között az is egy külön érdekes történet lenne a Balaton csillagvizsgáló. Ez a Könyves Kálmán gimnázium kupolája, még az eredeti 25 centis Kulin Orgoványi féle távcsővel. Hát ugye ezt 56-ban az avató után nem sokkal szétlőtték az oroszok, de ezt már említettem. És aztán van nagy nehezen 70-ben ismét felavatták, aztán akkor hol használták, hol nem használták. Még a legutóbbi időszakban azt mondhatjuk, hogy 2001-től napjainkig viszont valóban most már jó kézben van tartva, és kiválóan működő csillagászati szakkör működik Udvardi Imre vezetésével. És hát nemrégiben ott volt a Kulin, Könyves Kálmán gimnáziumban volt múlt héten a Kulin vetélkedő döntője, de azt hiszem ezt is említettem már. Hiánygazdaság volt. Hát mi ez az üvegdarab?
Felismeri valaki még? Szódás üveg alja. Tehát ugye nem volt az, hogy bemegyek a boltba, és akkor kérek egy 15 centis távcsőzvaló korongpárat, mert nem volt éppen ilyen, még a uránia boltban sem volt meg. Hiány volt. Úgy aztán volt, aki ügyeskedett, és akkor olyan, amilyen minőségű üvegből készített magának tükröt. Nem tudom, én ilyet személyesen nem tapasztaltam meg, csak legendaként ismerem a dolgot, meg hát erről a kép, hogy valóban voltak szódásüveg főtükrök. Nem tudom, hol készült a kép, de hát nyilván távcsőkészítő amatőrök körében, 70-es években Kulin György éppen konzultál. Hát ez egy nyilvánvalóan egy Cassegrain főtükör, ami ott a kezében van. És ez az, amiről igazán Kulin György álmodott, hogy minden iskolás gyerek hátán vagy a vállán ott legyen a galilei távcső, és részesüljenek a élményben. De ez persze túlzás, de hát akkor nagyon intenzív volt a szakkori mozgalom, tehát mindenfajta szakkörök, azok olyan csodálatos fénykorukat élték, nem csak az iskolákban, de a művelődési házakban is, hogy az ilyen lelkes tanárok, mint a Pelsőci tanár úr Szigetszent Miklóstól, hát egész kis dióverő hadseregeket neveltek ki. Nem tudom, ismerted őt személyesen? Te már nem, te is Miklósi vagy. De hát így legendákat lehetett a tanár úrról hallani, és szerepel a Hobbim a csillagos égben is, hogy éppen távcső készítésre buzdítja a gyerekeket. Ez a kép azt hiszem a távcső világában jelent meg, és hát öröm a szemnek. Hát a felnőttek persze nagyobb távcsőveket gyártanak. Ez is egy érdekes szolnoki felvétel. Itt a szolnoki járási szervezetek számára készítettek a szolnoki amatőrcsillagász távcsőépítők. 12 darab, vagy 10 darab, azt hiszem 150 per 1000-es newton. De ezek nagyon komoly távcsövek. Nagyon sok munka van bennük, és nagyon büszkén állnak, teljesen joggal ezek a urak. Lajtai, ugye István? Lajtai Istvánnal látjuk Kulin Györgyöt, hát ő tervezte a Csepeli csillagvizsgálónak a kupoláját és a nagy távcsövét is. Csepel mi a főmérnöke volt? Hát ez egy híres távcső, a tatai csillagvizsgálónak az avatóján készült 1973-ban ez a kép, ugye egymás után volt, hogy egyében több ilyen bemutató csillagvizsgáló is létesült, és nem ilyen támok meg EU-s támogatásokkal, hanem hát kik támogattak olyankor ilyen létesítményeket? Hát mondjuk a Vörös Október ruhagyár. Hogy hívták az traktorgyárat? Tehát Vörös Csillag. Vörös Csillag traktorgyár, ugye még csillagászat is lenne. Nem konkrétan ezek, de szocialista nagyüzemek támogattak csillagvizsgáló létrehozását, vagy éppen a megyei TIT, vagy a megyei művelődési központ, iskola is benne volt. És hát az embereknek valószínűleg nem kellett szétpályázniuk a szabad idejüket sem. Ezt a képet nagyon sokan ismeritek, hát most már több mint 20 év óta ezt rendszeresen felhasználjuk szisztematikusan. Hát tulajdonképpen egy képben szinte egy arcpolitika benne van. Azért szeretjük ezt a képet. Tatai felvétel volt szintén. Volt egy Tükör című színes ilyen kulturális magazin, 70-es évek elején, aztán később Új Tükör lett belőle, és itt ilyen két oldalas, egy szembenéző oldalon volt egy cikk a magyar amatőr csillagászatról, és hát itt végre egy színes kép, hát az akkori színes technikának megfelelően bemutatók társaságában a helyidével Kulin Györgyöt láthatjuk. 73-ban, itt 68 éves volt. '73. március 25 egyébként ez egy nagyon nevezetes év, mert akkor volt Kopernikus születésének a 500. évfordulója, tehát ez egy nagy Kopernikus év volt, és az év végén pedig vártuk a évezred üstökösét, a Kohut-ek üstököst, ugye ismerős a történet, hogy
gyakorlatilag szerencsétlen elment a naphoz, aztán kipurcant. Nem, jobban járt, valamivel jobban járt azért, mint a mi tavalyi napsúrolónk, de nagyon nagy csalódás volt az is. És hát itt ebből az alkalommal, ha már Kopernikusz bácsi megszületett 500 évvel ezelőtt, hát egy kis gyerekeknek egy kis fejtágító cikkecske, ez a Népszabadságban jelent meg, nyilván valami hétvégi mellékletben, hát amit egy millió ember olvasott. És egy illusztráció, Tankós Irató Károly, Ali és az Aligátor című kis versecskéje. Ismeritek a Tankós Irató Károlyt? Személyesen? Hát egy kitűnő költő volt, egy fantasztikus jó költő volt, és nagyon sok csillagászati verse is volt neki, nem csak ezek a gyerekversek. Tengerecki Pál és társai, hanem egy első osztályú szerző. Jó azt így együtt látni, igaz? Ez a iszonyatos tömegű amatőr csillagász. 15 ezeren léptek be a CBK-ba 63 és 75 között, majd meg szakadt csak, hogy már jelenjen meg az új távcső világa. Mindig mi vártuk, hogy mi lesz az új kiadása, és azt a 75-re végre megjelent ez a 900 oldalas vaskos kötet, ami a 75-ös kiadás az 10.000 példányban jelent meg, és hát nagyon-nagyon gyorsan elfogyott. És végre 77-ben, szerintem ez 75-ös kép lehet, 75-ben letették az alapkövét a budapesti planetáriumnak a Népligetben. Hát itt a korszaknak a nagy emberi, szerintem ő itt Ortutai, aki a TIT-nek volt a főnöke, Sark Gyula, Kelemen Jancsi, Aurél, Kulin György, és ugye ő volt a terve. Ő volt a terveli, és mellette a Lux, a két külső felsőépítés. Még a Lux? Tehát ő... Ő a tömeli. Igen. És ő a Lux. Igen. Ők pedig valami... Hát a tisztségviselők? Az a főtitkár. Ja, a főtitkár, aha. Én csak a csillagászokat ismerem. És itt még Ortuta is látszik. Igen, igen. Ő valamikor 80 körül halt meg, ugye? Igen, a planetáriumban megnyílt és... Igen. Hát megint egy érdekes pillanat, itt Berko Ernőt láthatjuk, ez a meghúzódó fiatalember, aki az ország egyik legszorgalmasabb észtelője. Orosházán lakott akkor, és az orosházi üveggyárban teljesen amatőr módon elkezdtek öntögetni üvegkorongokat. De mit tudom én, fele föld, a másik fele buborék. Tehát ezek ilyen teljesen tehát szégyelte az erre, hogy ebben ő részt vett. Hát ugye nem olyan technológiával készült, hogy az igazi optikai üvegkorongokat kellett csinálni, de ez egy nagyon nagy probléma volt. Hogyha megnéztek régi távcsőtükröket, hát nagyon-nagyon sok a feszültség, és nagyon sok mennyük a buborék, és akkor mi van, hogy hát felszakítja az ember a buborékot, akkor Gyurka bácsi azt írja, hogy hát akkor tessék még tovább csiszolni még egy 3-4 millimétert, amíg még tart az üveg. Tehát nagyon nagy problémák volt. Ezzel csak fokozták. Még házi üveghutát is lehetett látni, hogy valaki csinált itt a tyukol végében egészen kismert üveghutát, ilyen népi kohót. És hát a Gyurka bácsi azt írta, hogy hát nem egészen biztos, hogy ebből jó üveg jön ki, de hát ez egy dicséretes a kezdeményezés. Tehát ilyen hiánygazdaság volt. Veszprémi csillagászat baráti köre, CBK találkozó, hát itt már ő, Gyurka bácsi már örökös CBK elnökké vált, hát 70 éves koráig lehetett igazgató, fölött, 70 év fölött már nem lehetett vezető funkciót ellátni, és hát ezt összekötötték a CBK elnöki pozíciójával is. Ez eléggé nehezen érintette őt ez, szóval érthető is. De az egy családi körben. Ugye Kulin Györgynek 4 gyermeke született, és ezek itt az unokák. Hát én nem tudom melyik, de borzasztóan sokan vannak. 70-es évek közepe. És aztán egy érdekes könyv, ami 76-ban jelent meg, egy évvel a távcső világa után, Mit mondanak a csillagok? Ilyen címmel azt hiszem, publikált ő már a 40-es, 50-es években is talán, de mégis ez egy ilyen egyfajta összegzése, egyfajta
hitvallása volt neki. Jó kis grafika, egy kérdőjel galaxis, ami ezt a könyvborítót díszíti. M51, csak hát ez nem egészen, az kicsit ja. Ez egy kérdőjelesebb. Tehát bizonyos gravitációs behatások érték a galaxist valamikor, lehet, hogy egy 200 millió évvel ezelőtti állapot. Ja. És ez nagyon, nagyon népszerű volt, nagyon jó kritikát kapott ez a könyv, és olvasói levelek érkeztek, hogy nagyon köszönjük ezt a világra való rá csodálkoztatást. Hát ez tulajdonképpen egy, mondjuk azt, hogy egyrészt a saját pályának egyfajta leírása volt, másrészt pedig hát annak a kurini gondolatnak a megfogalmazása, ami a laikusok számára egy nagy csoda, hogy az ember az tulajdonképpen az atomok és a világegyetem között félúton van méretileg. És hogy az ember kozmikus tény, és hogy az ember anyaga, testének az anyagai valamikor csillagoknak a részét képezték, és hogy mindnyájan a fogtömésünket szupernova robbanásnak köszönhetjük. Ez az ilyen zárójeles kiegészítésem volt. Szóval egy nagyon érdekes könyv, ami volt, akinek nem nyerte el a tetszését, de mindenképpen említést érdemel a pálya során. És hát közben már megint avatni kellett valamit. A Rudolf Telepi iskolai bemutató csillagvizsgálót itt éppen 77-ben avatják fel. Ez Borsod megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy kis csillagvizsgáló. Még egy oklevelet is felmutat ez a fiatal ember, csak hát nem tudom milyen alkalomból kaphatták. Jobbra Szabó Gyula. És hát lassan közeledik az 1979-es év, azt hiszem. Még nem következik, hát ez egy igazolás, egy TIT elnökségének a tagja, 5-ös sorszámú. Elég sok interjú képes újságokban is jelent meg Kulinnal ebben az időszakban, részben a mit mondanak a Csillagok című könyv hatására is. Hát lényegében ezekben minden ugyanazok, majdnem ugyanazok a történetek vannak, tehát ugye 1905-ben született, és akkor a helyüstökös hogyan hatott rá, hogyan alakult át az ő világképe, hogyan fordult a csillagászat felé az érdeklődés, aztán a népszerűsítés, Galilei élmény. Ezeket mi jó részt kívülről tudjuk, de van például a népsport is készített vele interjút, ezt a Metorban közöltük, azt hiszem a mostani Metorban, ha jól emlékszem. Ja nem, az emlékkötetben van benne. Hát ő fiatal korában faszizott sportolt, és nagy drukker volt. Annak idején, amikor a román hadseregben szolgált, mint hát nyilván behívták, akkor megnyerte a hadseregbajnokságot a csapatával, és ennek jutalmaként a nagyszalontai zászlóaljban, vagy a laktanyában tölthette le a szolgálatának a második felét. Tehát hasznos dolog, hogy az ember jól tud focizni. Hát ez manapság is jó lenne, csak hát ugye... Tehát rádiótávcső már van, de... Sőt, rádiótávcsövek épülnek szerte az országban, csak még nincs hozzá meg a tudás. Nem tudják kezelni még. Tehát ugye a stadionok is erősen emlékeztetnek a rádiótávcsövekre. 78-ban a budapesti CBK találkozón készült ez a felvétel, amire szerintem a legbüszkébb az a Gyarmati Pista, aki itt látható a háttérben, mint fiatalember. Ugye most már a Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkot ő találta ki, meg hát most már Gyarmati István néven jobban ismeritek. Hát ő egy debreceni srác, aki nagyon jól szervezi ott a helyi dolgokat. Kulin Györgyöt láthatjuk, és Markizay Lajost, aki Gyurka bácsi borzasztóan szeretett. Gyulán, én most Gyulán van. Eleve Gyulai, és hát a Gyulai Csillagvizsgálati hozta létre, aztán érte Szegeden. Népszerűsített a Lajos, tehát ez is egy külön történet. Hát a Budapesti Planetárium előtti csoportkép a CBK találkozó. Ekkor már azért voltak észlőtáborok is, meg voltak igazi csillagásztáborok is, csak hát azok még elég kis létszámban működtek, és nem ilyen általános táborok voltak, mint a Talja, hanem inkább csak fiatalok jöttek össze. Ez egyik kedvenc képem Kulin Györgyről,
abszolút a távcső tükörcsiszoláshoz öltözve, tehát ilyen, hát látjátok, hogy éppen nem a székfoglalóját tartja, ne fényképez kiskomám. Itt egy másik felvétel, tehát nem mondhatjuk azt, hogy elegancia csúcsa lett volna. Tehát egy ilyen piszkos munka, az nem is kell felöltözni. Én az esetek 95%-ában én így láttam Kurin Györgyet, úgyhogy én csak is kizárólag így vagyok rá hajlandó emlékezni, nem pedig nyakkendősen. Szóval fantasztikus, jó volt, és félretette, és akkor dumáltunk. Ugye kiskomám volt a szavajárása. Hát ez egy elveszett film. Ez egy elveszett portréfilm, 79-ben készült vele. Én sokáig azt hittem, hogy a Hobbim a csillagos égből származik, de nem. Pontosan lehet azonosítani a Skyne teleszkópnak a címlapját. Ez egy 79-es forgatás volt. És egy kis cikkivágás is találtam, amiben méltatják, hogy milyen érdekes volt ez a 25 perces vagy 30 perces portréfilm. Mit mondanak a csillagok volt a címe. Az MTV archívumában sajnos nem találják. Hát, ha előkerül, nem tudom, de nagyon jó lett volna, hogyha megvan a Hobbimhoz hasonlóan. Nagyon agilis volt, és szerette volna 79-ben megismételni a Hobbim a csillagos égnek a forgatását, ami egy baromi jó anyag lett. De hát nyilván az MTV-nek nincsen elég pénze, meg ugye utazás, táv, meg azért ezek pénzek, meg idő, meg költség. És akkor azt javasolt, hogy hát akkor menjünk el Borsod, Avahűz, Emplén megyébe, ahol van 9 vagy 12 darab csillagvizsgáló. Hát most nem tudom, mennyi van ott. De a 70-es évek végén ugye a szocialista nagyiparnak köszönhetően például nagyon-nagyon sok Kazincbarcikán volt, Rudolf telepet láttuk, Miskolcon volt, aztán volt Leninvárosban, akkor éppen úgy hívták, a Kunbéla gimnáziumnak volt, tehát gyönyörű nevek. És voltak még amatőr kupolák és a mercsákéknak, tehát úgy csak azt a megyét szerette volna bemutatni, tehát ebből sem jött össze semmi végül. És hát erről a filmről is igazából csak onnan tudok, hogy ezt az újság kivágást ismerem, hogy létezett. Tehát vetítették Erdélybe járt kipihenni magát, ez egy ilyen erdélyi felvétel 1980-ból. Ezt is ismerhetitek, és ez a kép is, éppen a mostani Metornak a címlapját láthatjátok. Aki közelebbi azért láthatja, hogy ez a tükör azért ilyen mindenfajta rétegek vannak benne, tehát ez nem az a fajta optikai anyag, amit azért mostanában az emberek kezében adunk itt a tükörcsiszoló szakkörben is, hogy hát pláne nem rendes nyugati származású optikai üveg. De nagyon nagy kincs volt régen a jó üvegkorong. Derkovics Gyura Művelődési Központ, ez nem Nyíregyházán? Vagy valahol Kelet-Magyarországon volt. Tehát ugye az amatőr csillagász képzésnek egy nagyon fontos része a szakkori mozgalomnak a kézben tartása. Ami azt jelenti, hogy a szakkörvezetőknek a képzése és a szakkörösök számára való versenyeztetési lehetőség biztosítása. Ez két különböző téma, de például szerintem még a 80-as évek elején is voltak olyanok, hogy 10 napos bentlakásos szakkörvezetői képzés. Hát ezt el nem tudjuk képzelni manapság, hogy ki lenne képes ezt kifizetni, meg egyáltalán végigülni fenékkel, mert hát kinek van 10 napja. De hát az egy sok szempontból lassabb és nyugodtabb világ volt, mint a mai, kiszámíthatóbb is. Derkovics Gyula pedig egy kitűnő magyar festő volt. Mondhatjuk a szökroletár festő. De fantasztikus világa volt. Ez a jobboldali úr Szent Mártoni Béla balódon, Kurin Györgyöt láthatjuk, hát a zombori Ottót, hát éppen a korszaknak a legmagasabb amatőr elismerését az Erinvári emlékérmet veszi át Szent Mártoni Béla 1982-ben Kurin Györgytől, aki ekkor már kicsit a periférián érezte magát. De érdekes módon, hogy mindig ő nyitott meg bemutató helyeket, ez az esztergomi, ahol csak egy kis 10 centis reflektort avattak fel, de hát az egy, annak is nagyon örültek. Jónás László volt a helyi mozgalmi életnek a motorja, ugye mindig kell keresni valamilyen
komoly szervező embert, Esztergomban Jónás László volt, Nyeregs Gyula még jól ismerte, és jobb oldalon pedig Mécs Miklós, aki Jónás Lacinak mondjuk, hogy a jobb keze volt. Vértes Ernő, Szombathelyen 83-ban nyitják meg éppen egy nagyon érdekes, nagyon szép kis csillagvizsgálót készítettek az Ernők. Gotthard Jenő egykori kis forgatható tetőkúpos csillagvizsgáló tervét valósították meg, és hát persze nem egy régi műszert tettek be, hanem egy korszerű Zeiss meniszkaszt. És Kurin György nyitotta meg. Hát Vértes Ernő is egy nagy tisztelője Kurin Györgynek. 2011-ben az Ernő kapta a Kurin emlékérmet. 83-ban még volt még egy avatás, egy kis távcső, a pápai csillagvizsgáló kis 10 centis reflektorát avatták. Itt Mocsán Mihály volt, aki a helyi szervező, aki egyébként nem tanárember, de érdekes, mert ő honvéd zászlós, a pápai repülőtéren szolgált. Egy bűbályos, kedves ember volt. Hát aztán Debrecennél is kellett avatni egyet, ha már Arjár Gyúr Kovácsi a debreceni 15 emeletes panelház tetején építettek egy csillagvizsgálót. Ez a kép kicsit későbbi. És hát a nagy kedvenc, Balogh István, Kiskunhalas. Gyurka bácsi leginkább azokat az embereket szerette, akik a helyi közösségükben, helyi településükön valamit megszerveztek, összehoztak, és aztán az még működött is. Hát itt a kiskunhalasi csillagvizsgáló vezetőjét láthatjátok jobb oldalon. Ugye látjátok, hogy mennyire szereti a két ember egymást? Ugye látszik a tekintetükön, de ezt mind a kettőtől tudom. És hát ilyen 10-12 ezer fős látogatottsága volt ennek a kisvárosnak ekkoriban, a csillagvizsgálóban. Hát egy mosolygós, egy darab átvonuló unokával. Újvárosi Antal, aki kecskeméti planetáriumot indította be, kitűnő észtelő. És hát eljutunk 1987-hez, ami a Uránia 40 éves fennállásán készült ez a felvétel. Már videófelvétel már készült, ki tudja, hol van az a kazetta, milyen érdekes lenne visszanézni magunkat 87-ből. Tele volt az előadó, és ünnepeltünk. Ez pedig már a CBK hattyú, de az érzékelhető az is, hogy azért kevesebben vannak a csoportképpen. Hát ugyanez érzékelhető különben az Egyesületünk közgyűlésein is. Amikor 89-ben kezdtük, akkor 120 ember volt jelen, és lehet, hogy most május 10-én már csak 12-en lesznek. Ennyire talán nem lesz drámai az embereknek a létszámnak a csökkenése, csak hát ez bizonyára sok mindent mutathat, hogyha valami mozgalódás kifulladóban van, akkor nyilván kevesebb az érdeklődés iránta. Ha mondjuk 25 év alatt teljesen megváltozik a társadalmi közeg, az szintén okozhat egy ilyenfajta elfordulást vagy érdektelenséget. Mint ahogy azt mondjuk, 1989 Magyarországhoz képest 2014 Magyarországának az általános közügyekhez való viszonyulását is azért elő lehetne venni, ami ráadásul még megvan terhelve az internet, a Facebook és a közösségi, meg egyéb oldalaknak a személytelen közegével. Mindez megtetézve a mérhetetlen mennyiségű ingyenes tartalom közhírű tételével, amit éppen most is csinálunk. Úgyhogy köszöntöm YouTube népét. Tehát sokfelé lehet itt gondolkozni, hogy mi mitől működik, vagy mi mitől nem működik. Ez itt pedig a 88-as, 89-es Gyurka Vasárnak az utolsó egyes sorszámú MCE pártoltagsági igazolványa. Ugye akkor évente egy ilyen külön szervezést csináltunk. Hát 600 forint az magasabb volt messze, mint a megszabott ár. Éppen ma voltunk a farkastéti temetőben, hát csak nagyon kevesen jöttünk össze a sírnál, és hát az ember felidézi a 89-es temetésnek a körülményét. Hát itt láthatjuk, hogy azt hiszem, hogy
Aurél mondott búcsúztató beszédet, Marik Miklós mondott búcsúztatót, és ha jól emlékszem, Dévai Nagy Kamilla volt, aki még elbúcsúztatta Korin Györgyet. Hát tudjátok, ő az a kitűnő énekesnő és előadó művész nő, aki a Korin családhoz kötődik. 150-200-an lehettünk, de ez valóban valami lezárult akkor. 89-es év az ilyen nagyon-nagyon átalakuló év volt, és szinte jelképes volt az, hogy abban az évben alakult újra az MCM, még februárban, és két hónapra rá Gyurka bácsi már nem volt köztünk, de még ott lehetett az alakuló, új alakuló közgyűlésen. És hát ugye nem is szólva arról, hogy mifajta nagy társadalomban, nem csak a kis társadalomunkban. Jött Almár Ivánt is felfedezhetjük a háttérben. Illése, Horváth András. Hát sokan, hát mindenki ott volt, aki a csillagászatban mozgott. 1991 a Korin emléktáblának az avatója Nagy Szalontán. Ugye ez a, akkor még Tenkei utca, most már Korin utca épületében. Hát ez a, nem a szülőháza volt, hanem a, ahol gyerekeskedett Korin György. Hát itt Korin Sándor mondja az avató beszédet, aki akkor mellesleg még országgyűlési képviselő is volt. Akkor volt két darab Korin is a parlamentben, Korin Ferenc és Korin Sándor. Ilyen, ez egy nagyon érdekes, hogy hirtelen megjelentek az értelmiségiek abban a sötét társaságban. Már úgy értem, hogy előtte. Az ember megnézi a 88-as tudósításokat, és hát tényleg az értelmek nem sok jelét látja ott a abszolút súlytalan parlamentben, és akkor utána végre valami élet kezdődött. És függetlenül attól, hogy most ki mit gondol az ottani ténykedésről, de hát ez mégiscsak egy demokrácia, egy demokratikus világ volt. És 89-ben tele volt még minden ígérettel. 90-ben is. És aztán utána hát ugye Könyves Kálmán Gimnázium Újpesten, ez a aulában ez a emléktábla olvasható. Hiszek a jóság, a szépség és a szeretet megtisztító erejében, hiszek a közösségért való áldozatvállalás értelmében. Hát ki az a bolond ember, aki manapság ezt a zászlajára tűzi? Lehet ilyen szövegeket olvasni manapság? Hát azért lehet, de a leggyönyörűbb idealizmus, amit csak vállalni lehet, és csak márványtáblával szabad vésni, és hogy olvassák a gyerekek. Ha az ember bemegy, akkor jobb oldalon ez a tábla van, és egy bal oldalon pedig ugyanekkora méretű tábla a másik oszlopon. Egy eléggé jó nevű magyar irodalmár is ott tanított, úgy hívják, hogy Babits Mihály. Ez egy kitűnő duó, nem? Ez egy nagyon szerény kis, ugye ez egy urnasír a Farkasréti temetőben. Ismét egy jó társaságot tudok mondani, hát idézőjelben, és hát tényleg senki ne vegye profán poénkodásra, de hát Bartók Bélától 20 méterre lehet ez a síremlék. Rajta egy nagyon szerény kis faragott Szaturnusz, a Korin György csillagász 1989. Két évvel ezelőtt kezdeményeztük a 11. kerületnél azt, hogy nevezzenek el egy új utcát Korin Györgyről, tehát legyen Budapesten Korin György utca. Ugye az első kerületben ez lehetetlen, mert ott szinte minden utcanév védett. Tehát gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy Sánc utcát átnevezzük bármi mással. De a 11. kerületben erre talán van esély, hát ezt úgy néz ki, hogy szépen elfektette az önkormányzat, de majd az őszi választások után ismét neki megyünk. És hát a Nagyszalonti Szoborparkban pedig a református templom mellett lehet látni a város nagy szülötteit. Korin Györgynek a szobrát láthatjuk, aztán Sinka, ugye József. Sinka József az a csillagász, bocsánat. Zilohi Lajos, és hát persze természetesen Alany János. Egy ilyen kis holdású kis parkban van. Hát a város nagyon megbecsülje nagy fiait, és még ilyen tanúsfényt is kialakítottak, ahol végig lehet járogatni a nevezetes szülőházakat. Úgyhogy aki Nagyszalontára
vetődik, mondjuk Erdély felé, mert akkor nyugodtan álljon meg egy kis pihenőre, mert ennyit igazán megérdemel a város, és hát Kolin György és a elhelyezhetjük a virágainkat. Én azt mondom, hogy ez az utolsó képünk, és most egy mese következik. Ugye mindenki szereti a mesét. Majd mese mondás lesz. Mindegy, úgysem mentek sehová, mese. Talán nem indul. A cica talán a holdat látta meg legelőbb. A kamrában, a nagy szénrakás tetején volt egy régi mosóteknyő, telerakva mindenféle újsággal. Onnan nézte a cica a holdat, hogy ilyen barátságosan ücsörög a keskeny kamraablak legfelső törött üvegén. Ó, mondta a cica. A hold lassan eltűnt, csak a fénye maradt vissza, amíg el nem veszett az is a nyugati erdők sűrűjében. Hová lett, kérdezte a cica. Mindenki tudta, hogy a holdat keresi. Alszik, felelte az anyja. Aludj már te is, nekem dolgom van az éjszakával, a hold majd holnap újra benéz az ablakon. A hold? Mondta a cica. A hold, felelte az anyja, s egy kis időre otthagyta a kölykeit egyedül. Hold, ismételte a cica. Mi a hold? Senki sem ismerheti nálam jobban, örvendezett a vén viharlámpás, hogy újra elmondhatja, mit tud. Én szoktam kisegíteni. Sokszor elfogyott a fényes, olyankor mindig én világítottam az éjjeli őrnek az udvaron. Igen, nézte a cica a viharlámpást, akiről az a hír járta, hogy nagyon-nagyon messze, Kínában látta meg a napvilágot. Igaz, ezt is csak ő mondta saját magáról, de el kellett hinniük, mert jó kedvében néha valóban különös, ismeretlen dalokat énekelt. S másnap éjjel, amikor újra feljött a hold, s egy kicsit odaült a kamra ablakába, a törött üveg helyébe, a cica nem tehetett mást, állandóan a holdat nézte. Aztán egy darabig mással volt elfoglalva. Talán borongós, felhős éjszakák jöttek, s nem rajzolódott ki tisztán a sárga teli hold, de egyszer arra figyelt fel, hogy nagyon sötétnek tűnik a felhőtlen, csillagos éjszaka. Hol a hold? Kérdezte a cica. Nem felelt rá senki. Hol a hold? Kereste újra. Elgurult, felelte neki félig tréfásan, félig komolyan a mosóteknyő. A hold nagy, szép, gömbölyű szagos szappan volt, és kicsúszott egy kisgyerek szappanos kezéből. Borzasztó, ilyet meg a cica. Én már majdnem elértem, dicsekedett a kettős létra. Igaz, ő is akarta, mert egyre lejjebb ereszkedett hozzám. Aztán mégis elgurult, igazolta a mosóteknyőt. Azóta nem láttam. Merre felé gurult? Kérdezte a cica. Azt mondják, szólalt meg egy öreg kertiszék, akinek régen megígérték, hogy befestik újra szép fehérre, hogy egy frissen festett kertiszékben ül a hatalmas tenger közepén, egy örökké zöld, pici szigeten. Merre? Kérdezte a cica. Ajaj, szólalt meg a régi kémény, aki már el is felejtette a füst szagát. Én el sem látok odáig. Beszéltek ti itten tücsköd bugarat, mérgelődött a 10 literes befőttes üveg. Te főzték, üvegbe tették, lekötötték, kész. Mond, szólta el magát egy egér a ládák alól, ahogy nem ennivaló, és nagyon kemény, még én sem bírtam elrágni. Hú, figyelsz el az anyamacska, hogy is volt? Az egér egy fél holdért sem szólalt volna meg, szitta magát a vigyázatlanságáért. Hogy is volt? Szeretnéd, majd ha bolond volnék? Nincs hold, magyarázta a régi kaptár. Nagy sárga viasz volt, felolvasztották, lépet préseltek belőle. A méhészek keretekbe illesztették, a keretekkel telerakták a kaptárakat, és a méhek azóta is hordják bele a mézet. Igen, már ki is pörgettem, mondta a kékre zománcozott kézi mézpörgető. Hát akkor most mi igaz az egészből? Hová lett a hold? Sírt a cica. Sose látom többet. Ne higgy nekik, figyelmeztette a törött ablak. Kinek higgyek? Kesergett a cica. Nekem, mondta bizalmasan a törött ablaküveg. Én látok ki legjobban, nem igaz? A cica bólintott. A hold elveszett. Egyszerűen elveszett. Majd valaki megtalálja, aztán újra itt lesz. Már volt ez így, emlékszem rá, állította. Majd valaki megtalálja? Ámult el a cica. Az nem lehetnék én? Te, csodálkozott az ablak. De már csak bámulhatott a cica után, aki szélsebesen kisurrant a 4 szögletes lyukon, amit a macskák számára vágtak a kamra ajtaján.
Közben a csillagok fénye is eltűnt az égről, reggel lett. Merre induljak? Töprengett a cica. Hátrafelé is mehetsz, szólt hozzá az egyik autó az udvaron. Kapcsolj rükvercbe! Mit csináljak? A cica tanácstalanul leült a ház sarkánál. Én meg akarom találni a holdat. Hogy kezdjem el? Természetesen jól meg kell alapozni, ajánlotta a ház. Természetesen, hagyta rá a cica, s akkor a ház ajtaján kilépett egy férfi. Talán ő többet tud, gondolta a cica, és odament hozzá. Én a holdat szeretném megtalálni. A férfi lehajolt és megsimogatta. Már régen festettem holdat, mondta kedvesen a férfi, aki festő volt. Tudod, egy bizonyos idő után ez egyszerűen lehetetlen, mint ahogy téged sem festhetnélek már le. Bár szép kis cica vagy. Ó, emlékezett a festő. Gyerekkoromban festettem utoljára holdat. Kimentem a folyópartra éjszaka, hogy minél élethűbb legyen. Ráfestettem a vasúti hidat is a marccal fölé. Aztán a szomszéd kislánynak adtam, aki ma is őrzi. Tudod, a gyerekek nem felejtenek. Tudom, mondta a cica, és magában azt gondolta, én sem felejtettem el a holdat, és meg fogom találni. El is indult szinte egy kisfiúval együtt, aki iskolába ment. Én meg akarom találni a holdat, mondta neki. A csillagos égen? Kérdezte a kisfiú. A csillagos égen, mondta áhítattal a cica. Egyszerű, mi a csillagvizsgálóba. Az ott a Gellért hegy, látod? Sánc utca 3B. Keresed dr. Kulin György csillagászt. Tudomásom szerint ő szereti az állatokat is. A kisfiú kicsit mosolygott, és az utat is elmagyarázta. A cica elismételte háromszor. Dr. Kulin György csillagász, Sánc utca 3B. Végre valahára tudom, hogy merre kell mennem. És akkor már valahogy látszott rajta, hogy ő a cica, aki meg akarja találni a holdat. Vigyáztak is rá az emberek. Ha úton ment át, az autók lefékeztek, hogy el ne üssék. És mindenki engedte útjára. Elvégre ő tudja, mit akar, hova akar jutni. Senki sem fogta meg, de nem is hagyta volna. Ment, ment, egyenesen a Sánc utca 3B-be. A holdat akarom megtalálni, mondta kertelés nélkül dr. Kulin György csillagásznak. A holdat? Te macska, nevetett a csillagász. A hold elfogyott, s bólogatott titokzatosan. Úgy, 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 úgy. Elfogyott? A cica kétségbe esett. Elfogyott, gondolkodott a csillagász, de látom, nagyon szeretnéd megtalálni. Nagyon. Jó, sóhajtott a csillagász. Most szépen hazamész, igen? Igen. És el nem mozdulsz a kamrából egy tapottat sem. Aztán egy éjszaka, először csak egy kis sávja látszik majd a holdnak, aztán minden éjjel több, egészen addig, amíg teli hold lesz. Aztán újra fogyni fog, és megint eltűnik. De mindig visszajön. Megnyugodhatsz. Amikor a cica szerencsésen a ház sarkához ért, egy nagy madártól lengedezett előtte a levegőben. Utána kapott, aztán feldobta újra, a hátára feküdt, úgy markolázta, ugrándozott és hempergett vele. A kamra törött ablaka csak nézte. Na, megtaláltad a holdat? Meg, felelte a cica. Majd meg fogjátok látni. Na. Ez valami magasabb elismerés, hogyha az ember belekerül egy mesébe, és ez mondhatjuk, hogy Kulin Györgynek a pályának a csúcsa valószínűleg. Sárközi Mária meséje volt ez, amit hallhatatok, és Vence Evera olvasta fel. Köszönöm a figyelmet! Régen olyan is volt, hogy esti mese a rádió. Ez onnan van. Most már nincs. Szerintem van most is. Van, van. Úgy vártuk. Átkutyulták, de van mese. Vártuk mindig, már nem volt semmi más, csak a rádió. Jövő héten Kis László lesz a vendégünk, a tejútrendszer benépesítéséről fog előadást tartani. Végre megszabadultatok tőlem.